Bevizsgált gombák sorakoznak a piac asztalán. Aki biztosra akar menni, az innen szerzi be az alapanyagot. Van viszont, aki saját maga gyűjti be az erdőből, mezőről a gombát. Ezeket minden esetben ellenőriztetni kell. Szabolcs-Szentmár-Bereg megye egyetlen gombavizsgálójánál is sorra érkeznek a napokban a gombaszedők. Azt tudom mondani, hogy teljesen beindult a gomba szezon, igazából berobbant. Nagyon-nagyon sok gombát hoznak, a csipelkétől, az őzdától, a szegfű, vargánya, öfetek gombák, úgyhogy most tényleg mindent hoznak, amit meg lehet találni az erdőben. Mindez a jó időnek, a sok esőnek és a hajnali friss levegőnek köszönhető, ezeket a körülményeket kifejezetten szeretik a gombák. Érdemes azonban alaposan megvizsgálni ezeket, már akár a leszedésük előtt. Meg lemezke, egy kicsi, egy hosszú, és teljesen masszív gomba. Tehát ahogy megfogja, ez teljesen masszív, a lyukacsos, az üreges, az meg szétmegy a kezedbe teljesen. Ezek a gombák emberi fogyasztásra alkalmasak, azonban nem minden hobbi gombász jár ilyen szerencsével. Fehér talló gombák, őket nem esztük meg, ő mérgező, szörök gomba. A csiperke gomba viszont maradhat. A szakértő jó tanácsa ehhez, hogy otthon mikrózza meg a tulajdonos, és ha büdösödik, dobja ki. Az itt bevizsgált gombák fele enyhén mérgező, de előfordul az is, hogy gyilkos galócát hoznak. Ilyenkor az azzal egy gyűjtőedényben lévő gombákat is kidobják, ezért fontos figyelni a gyűjtés körülményeire is. Mindenképpen szedjék külön, tehát teljesen külön, vagy kosárba, vagy a ládákban, amik mondjuk alakja szerint is más, vagy színe szerint más, ha esetleg nem ismerik a gombákat, úgyhogy erre mindenki ügyeljen. A szakértő azt tanácsolja, hogy ne egy mobil applikációval induljanak gombászni. Volt ugyanis, akinél 5 láda gomba került a kukába, mert azt az applikáció rosszul azonosította be.